keresztjén testvéreim, ökumenikus megemlékezésünk kezdetén Isten igéjét olvasom közöttetek úgy, amint az írva található Máté evangéliuma 4. részének 4. versében a következőképpen. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Amen. Nemzeti ünnepünkön, államalapításunk ünnepén méltó, hogy keresztény emberként Isten igéjével adjunk hálát mindazért, ami mögöttünk van, és adjunk hálát a mindenható Istennek, akinek mindent köszönhetünk. Államalapításunk ünnepén emlékezünk Szent István királyra, aki keresztény országunk alapjait lefektette, és népünket a keresztény hitre vezérelte, legyen áldott ezért ő. Mi pedig itt vagyunk, mint örökösök, és azóta gyakorlatilag eltelt több mint 1000 esztendő, és ilyenkor az ember felteszi magának a kérdést, hogy hol is vagyunk valójában. Minden egyes ünnep arra indít bennünket, hogy elgondolkodjunk azon, hogy honnan indultunk, hol vagyunk most, és hová tartunk. Ebben a felgyorsult világban vannak ilyen minősített pillanatok. És nem csak az ünnep teszi ezt a pillanatot naggyá, hanem legfőképpen az, hogy Isten igéje hangzik el. Jézus Krisztus szavát hallottuk, aki azt mondja ebben a jól ismert történetben, nem csak kenyérrel él az ember. A mai ünnepünkön bizony az új kenyérért is hálát adunk, és ebben a feszült helyzetben azt gondolom, hogy nagyon aktuális hálát adni a kenyérért. Amikor háború dúl körülöttünk, és aszály sújtja az egész országot, köszönhetjük azt a mindenható Istennek, hogy van még kenyér az asztalon. De mit is jelent számunkra a kenyér? A mindennapi megélhetést, mindazt, ami bennünket körülvesz, jelenti a céljainkat, a ruhát, a pénzt, hogy adhatunk élelmet gyermekeinknek, és milyen szomorú azt látni, drága testvéreim, hogy a mai ember mindebből csak a pénzre figyel. A ma embere ezt tartja leginkább a legfontosabbnak, mintha ez jelentené az életet. Isten igéje azonban arra figyelmeztet bennünket, hogy nem csak kenyérről szól az életünk, nem csak a megélhetésről, hanem kell, hogy legyen valami feleletünk arra, hogy mi a célja az életünknek. Nem csak kenyérrel él az ember. Ezt vélte felfedezni, és ezt látta tisztán Szent István királyunk is, aki a magyar népünket a keresztény hitre segítette. Mert ő is pontosan ezt látta, hogy nem elég az, hogy van egy ország, nem elég az, hogy vannak folyók, tavak, völgyek, szántóföldek, hanem kell, hogy legyen az életünknek egy töblete, és ez a töblet egyedül Istennél található meg. Drága testvéreim, államalapításunk ünnepén legyen ilyen áldás és hálaadás mindannyiunk szívében. És tudjunk felelni önmagunkban is azokra a kérdésekre, hogy mi a célja az életemnek, mi a küldetése az én létemnek. Nagyon komoly kérdések ezek, és nem mindig tudunk erre tiszta választ adni. Sokszor megpróbálunk kikerülni ezeknek a kérdéseknek a látóköréből, de Isten igéje, amikor szembesít bennünket a ténnyel, hogy szükségünk van erre a töbletre, akkor engedjük azt, hogy az Isten az ő Szent Lelke által munkálkodjék a mi szívünkben,
életünkben. Adjunk hálát ezen az ünnepen, mindazért, amit jelent számunkra az, magyarnak lenni. Mert amikor a történelemről beszélünk és visszatekintünk a történelmünk zivataros századaira, akkor a történelem nem csak abban segít bennünket, hogy meglátjuk azt, hogy mit kapunk a történelmünkből, hogy mit tudunk tanulni a történelmünkből, hanem azt is jelenti számunkra ez a visszatekintés, hogy meg kell tanulnunk a történelmünkkel együtt élni. A történelem általában nem csak emelkedett pillanatokról szól, hanem vannak benne bukások, vereségek, veszteségek, mint ahogy a mi életünk sem arról szól, hogy minden jó mindig, és minden szép mindig. Ebben segít a mindenható Isten mindenkoron bennünket. De tudjunk ezért hálát adni magyar népünkért, azért, hogy van helyünk ebben a világban, és van helyünk, Istentől elkészített helyünk az ő országában is. Amen. Thank you.